Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt a Top 10 tény. Biztos páratoknak az első kérdés, hogy miért nem volt múlt héten videó. Hát beteg voltam, és még most is az vagyok, úgyhogy ja. Nos, ennek a videónak a témája nem más lesz, mint az olimpia. Hogy mi is az az olimpia? Az olimpia egy olyan nagyszabású sportrendezvény, amit 4 évenként rendeznek. Na jó, nem gondoltátok, hogy ennyivel beéritek, ugye azért ez kicsit túl egyszerű volt, úgyhogy fogalmazzuk át egy picit. Az olimpiai játékok több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat. Na így már mindjárt jobban hangzik, ugye? Az első ókori olimpiai játékokat időszámításunk előtt 776-ban tartották a görögországi olimpiában, és egészen időszámításunk előtt 393-ig rendezték meg, de ekkor Nagy Theodosius császár a kereszténység végleges megszilárdítása érdekében minden pogány rendezvényt betiltott, így az olimpiai játékokat is beszüntette. Az első újkori nyári olimpiát Athénban rendezték meg 1896. április 6 és 15 között. Téli olimpiát 1924 óta rendeznek. 1912-ben Stockholmban képviselte magát először mindaz 5 földrész az olimpiai játékokon. Ez volt az első olimpia, ahol elektromos időmérőt alkalmaztak és célfotót készítettek. Ez volt egyben az utolsó olyan olimpia, ahol valódi aranyból készítették a győzteseknek járó medált. 1936-ban a berlini olimpiára érkezett meg először az olimpiai láng a görögországi olimpiából váltófutással. Az olimpiai mozgalomnak több jelképe is van, ennek nagy részét Pierre de Coubertin ötletei alapján készültek. A legismertebb ilyen szimbólum az olimpiai karika. Ez az 5 egybefonódó karika szimbolizálja az 5 kontinens egységét, és ez a szimbólum szerepel fehér alapon az olimpiai zászlón is. Az 5 karika színei fehér, vörös, kék, zöld, sárga és fekete közül legalább egy a világ minden nemzetének zászlajában szerepel. A zászlót 1914-ben fogadták el hivatalosan, de első alkalommal csak 1920-ban Antwerpenben használták. Az olimpiai lángot, a mozgalom másik fontos jelképét, minden játékot megelőzően a görögországi olimpiában gyújtották meg, csupán a nap melege segítségével. Innen, ha lehetséges, egymást váltófutók juttatják el az adott olimpiai rendező városáig, és ezzel a lánggal gyújtják meg a nyitó ünnepségeken az olimpiai stadionban elhelyezett hatalmas fáklyát, amely lángja a játékok végéig lobog. Olimpiai láng 1928 óta szerepel a játékokon, de csak 1936-tól vitték körbe a földön. 2012-től biztonsági okok miatt a rendező országban viszik körbe a fáklyákat. Az olimpiai mozgalom 100. évfordulóján az amerikai Atlantában rendezett 1996-os 26. úgynevezett aranyolimpián volt először hivatalos honlapja a játékoknak. A weblapra 189 millióan kattintottak. Bár a játékok célkitűzésük szerint a népek közötti békét és barátságot szolgálják, a politika többször beleszólt a küzdelmekbe. Az első világháború után az 1920-os antwerpeni olimpián nem engedték indulni a vesztes hatalmak, köztük Magyarország sportolóit. Az olimpiai játékok történetében a legtöbb aranyérmet Michael Phelps amerikai úszó nyerte. A 14-szeres olimpiai bajnok a pekingi olimpián 8 aranyérmet gyűjtött, ennél többször még senki sem állt a dobogó legfelső fokán egy olimpián. 4 évvel korábban Athénban ugyan ő 6 arany és 2 bronzérmet nyert. Az abszolút rekordot a 9-szeres olimpiai bajnok Larissa Latinina, szovjet tornásznő tartja, aki összesen 3 olimpián 18 érmet nyert 1956 és 1964 között. A svéd sportlövő Oskar Schwan dupla rekordot tart. Eddig ő a legidősebb olimpiai nyertes, 1912-ben 64 évesen és 258 naposan csapatfutó céllövészetben, s ő minden idők legidősebb olimpiai érmese, 1920-ban 72 évesen ugyanebben a számban ezüstérmet nyert. Akkoriban az ezüstérem még aranyéremnek számított. A feljegyzések szerint a legfiatalabb olimpiai résztvevő Demetrios Lundras, görög tornász, hú, ez rimmelt, aki 10 éves és 218 napos korában bronzérmes volt országa férfi csapatával az athéni első újkori játékokon.
Az első és második magyar olimpiai bajnok nem más volt, mint Hajós Alfréd, vagyis a magyar delfin. Az 1896-os nyári olimpiai játékokon Athénban megnyerte mind a 100 méteres és 1200 méteres gyorsúszó számot. És végezetül a legközelebbi olimpiák pedig. A nyári az idén lesz, ez nem más lesz, mint a 32. nyári olimpiai játékok, Rio de Janeiro-ban lesz, vagyis Brazíliában. A téli olimpia 2018-ban lesz, ez lesz a 23. téli olimpiai játékok, és Dél-Koreában lesz, vagyis Pyeongchang városában lesz megtartva. Nos, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, hogyha esetleg van ötletetek a következő részhez, hogy miről szóljon, nyugodt lelkiismerettel odalent, kommentekbe írjátok le. Én Barna voltam, ez itt a Top 10 tény. Sziasztok! Thank you.